Három elképesztő nagy hiba, amit az emberek nagy százaléka elkövet, és ezért nem fejlődik a csatornájuk. Sziasztok, én Rózsa Völgyi Gergő vagyok, aki most látná először a szakállas fejemet, annak gyorsan bemutatkoznék. Több mint két éve foglalkozok online marketinggel, és több mint egy éve vagyok a TikTok megszállottja. Ez a csatorna is erről szól. TikTok marketing, online marketing, social media tippek. Ha tetszenek az ilyen tartalmak, mindenféleképpen kövess be az oldalamat. Magyarországon elsőként alkottam meg üzleti ügyfélszerző online képzést, ami nagy százalékban arra fókuszál, hogyan szerezzünk ügyfeleket TikTokon, illetve a TikTok segítségével. A leírásban lesz egy ingyenes PDF tananyag, ami 7 lépésben elmagyarázom, hogyan kell ügyfeleket szerezni, és hogyan kell a TikTok segítségével értékesíteni. Mindenféleképpen töltsd le az ingyenes PDF-et, használd egészséggel, sok sikert hozzá! Na de, mielőtt elmennétek, mert csak magamról beszélünk, ugorjunk bele a mai videóba! Az első nagy hiba a hook, a csali hiánya. A legelső pillanatok, az első 1-2 másodperc a legfontosabb. Itt kell megragadnod az emberek figyelmét, tekintetét. Ne köszönjél, hogy sziasztok, én megjöttem, Gergő vagyok, a mai videóban erről lesz, hogy vagytok, mi a pálya. A TikTokon a rövid tartalmak a fontosak, a nézési idő miatt. Minden videód kikerül a For You-ba. A For You úgy működik, tehát az a page, ahol az emberek 99%-a nézi a videókat, én is minden nap azt nézem, ha egy videót kikerül a For You-ba, de ott nem teljesít jól, nem nézik, túl hamar tovább lapoznak, nem nézik a teljes videót végig, tovább lépnek, tovább görgetnek, akkor nem fog tovább menni a következő skálára, tehát ki fog esni a For You tartalmaiból. Az első pillanatban mondd be egyből a néző arcába, miről fog szólni a videó, mit fog veszíteni, ha tovább lapoz. Ne legyen unalmas, olyan első mondatot találj ki, fogalmazd meg úgy, hogy ragadja meg az emberek figyelmét. Ne lapozzanak tovább. Egy lehetőséged van elkapni az emberek figyelmét. Mindig, amikor csinálsz egy videót, a legelső mondat legyen a legütősebb, a legfrappánsabb, a legfontosabb. Csak egy lehetőséged van megragadni az emberek figyelmét. Kettes tippem a videók hosszúságának a megválasztása. A nézési idő a legfontosabb az algoritmus szempontjából, tehát egyszerű legyen, ha egy perces videót csinálsz, annak minimum a 75%-át meg kell néznie a nézőnek, hogy a TikTok úgy értékelje, hogy ez remek, kiváló tartalom, ez mehet tovább a következő skálára. Miért nyomna a TikTok belső algoritmus olyan tartalmat, amire senki nem kíváncsi? A TikTok célja, mivel profitorientált cég, te meg én éjjel-nappal az applikáción legyünk és nézzünk videókat. Tehát minél több időt töltsünk el a platformon. Ne csinálj hosszú videókat, mivel sokkal nehezebb dolgod lesz. Pont olyan hosszú legyen a videód, ameddig valóban tudsz az embereknek értéket adni, tudod őket szórakoztatni, megnevettetni. Minden egyes unalmas másodperc, amikor nem történik semmi, a videó szempontjából nem jó. Tudom, TikTokon lehet már 3 perces videókat csinálni. Te tudod, milyen nehéz 3 percig az emberek figyelmét lekötni? Az 1 perc is nagyon nehéz, nemhogy a 3 perc. Tehát mindig úgy válasz videóhosszúságot, ameddig valóban van tartalma a videódnak. Harmadik, rossz kompozíció, fények. Ezek amatőr hibák. Ez a legamatőrebb hiba. Már maga a felvétel rossz, mielőtt el tudnád mondani, mit akarsz, az emberek már alapból tovább lapoznak, mivel a TikTok nézői is megköveteik. Elérték azt a szintet, hogy minőségi tartalmakat nézzenek az emberek, ahol jók a fények, lehet látni az arcodat középen vagy fókuszba, nem vagyok sötétbe. Olyan helyen csinálj videót, ahol ki vagy emelve a háttérből, tisztán látszódik az arcod. Én az első videóimat a fürdőszobámból vettem fel, mivel ott voltak jók a fények. Lehet már venni állványt 5-10 ezer forintért, lehet rendelni az eBay-ről, Amazonról. De még egyszer mondom, a sima, egyszerű
állvány megteszi, csak legyenek jó a fény. A rossz kompozíció szintén gyerekes hiba. Amikor túl messze vagy a kamerától, vagy nem vagy középen, túl sok az üres zóna az arcod felett, vagy éppen melletted. Ezek mind amatőr hibák. Ha profi szeretnél lenni, szeretnél növekedni, ezeket mindenféleképpen el kell hagynod. Legyél mindig középen, tiszta fényekkel, hangminőségre nagyon figyelj oda. A hang legalább 50%-ot ad hozzá a videóhoz. Tehát a hang nem jó, ismét nagyon sok nézőt fogsz elveszíteni. Ezekre a három apróságokra mindenképpen figyelj oda, hogy érzed, kaptál tőlem pár hasznos információt. Lájkold be ezt a videót, kövess be az oldalamat hasonló tartalmakért, illetve ezen kívül rengeteg TikTokkal kapcsolatos TikTok marketing videóim vannak fent ezen a csatornán. Mindenféleképpen csekkold őket, tanulj belőlük, használd egészséggel. Jó tanulást kívánok! Az ingyenes PDF-fájt pedig mindenféleképpen töltsd le a videó végén. Link a leírásban, még egyszer mondom, csekkold. Ha bármi kérdésed van, keresd a TikTokon, keresd az Instán, keresd e-mailben, találkozunk a következő videóban. Béke!